Ismét elhoztuk nektek a hét legérdekesebb hírét a gaming világából, szerintünk és a GameStar szerkesztő szerint vágjunk is bele! Imádom azokat a YouTube csatornákat, amikor régi autóroncsokat találnak meg, és megpróbálják egy kicsit felújítani, vagy csak egyáltalán megnézik, hogy éppen milyen állapotban van még. És hát most ötvöztük a kettő dolgot, vagyis a videójátékokat és ezt a fajta szeretetemet az ilyen kalandok iránt. Ugyanis a Cheap Finds Gold Mines nevű YouTube csatorna úgy döntött, hogy benéz egy elhagyatott házba, és kiderült, hogy tele van retro videójátékokkal. Hát konkrétan itt arról van szó, hogy olyan kincseket találtak, mint mondjuk a The Legend of Zelda, Wind Walker, vagy az első Resident Evil bontatlanul. És hát azóta már az is kiderült egyébként, hogy megnézték az áraikat, és körülbelül ugye ilyen mindenféle retro árverezési oldalakon, konkrétan már ilyen 100 ezer dollárnyi mértékben tudták eladni ezeket a játékokat, és ez is még csak egy része. És hát ezt az összeget nézve azt hiszem, hogy megérte az a pár pókcsípés, illetve valami kellemetlenség vagy poloskák, amikkel ők találkozhattak. Lényeg az, hogy izgalmas kalandok ezek, pláne hogyha a retro videójáték lesz a végén. Nintendo Direct is volt a héten, amin izgalmas bejelentéseket kaptunk, hát kiemelnénk a kettő legérdekesebbet. Az első egy komplett elmebaj, 100 évig nem jutott eszembe. Lesz Mario animációs film, eddig még oké, ez még eszembe jutna. Ki lesz a hangja? Chris Pratt. Hey, lehet, hogy a másik nevemen ismersz. Űrlord. Ki? Űrlord haver, a legendás bandita. Hát erre azért hagynék időt, és ezt nem azért mondom, mert Chris Pratt-tel bármilyen bajom van, én nagyon szeretem a srácot, mert nagyon jól parodizálja önmagát is akciójelenetekben, tehát nem egy ilyen vérkomoly ember. Én nagyon bírom, de azért, hogy Mario nem ő jut róla eszembe, meglátjuk, hogy mit akarnak ebből kihozni. És hogy egy kis videójáték is, ha már Nintendo, bejelentették, hogy most már tényleg érkezik a Bayonetta 3. Egy meglehetősen menő játék mellett videót kaptunk rögtön, amelyben hősnőnk új trükkjét is bemutatta. A hosszú évek óta várt folytatást először 2017-ben lengette be a Platinum Games, de akkor még más projektek lefoglalták a stúdiót, most viszont teljes erővel a Bayonettára koncentrálnak, ennek köszönhetően pedig már a megjelenés sincs olyan messze, mint hittük. Hiszen 2022 nem hozik olyan rosszul, még úgy sem, hogy ennél pontosabbat nem tudtak belülni, mint megjelenési időszakot, de ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy az játék talán már soha nem fog megjelenni, ez is abszolút egy pozitív hír, úgyhogy nagyon várjuk a Bayonettát, és hát várjuk Chris Pattet is, mint Mariót, bár nem gondoltam, hogy ezt a mondatot valaha ki fogom mondani. Múlt héten is beszámoltunk nektek egy extrém érdekes, népszerű Steam játékról, amit nagyon felkaptak valamiért. Ez volt akkor a benzinkút szimulátor, és hát úgy tűnik, hogy a Steamen minden héten lesz valami érdekesség, amit éppen nagyon kedvelnek az emberek. Ez ezen a héten nem más, mint a Timberborn, amiben hódokkal lehet városokat építeni. Már, hogy kimondtam, a cukiság faktort kimaxoltam abszolút mértékben, ugyanis állatokkal és gyerekekkel ugye tudjátok, hogy mindent el lehet adni. A Mechanistry csapata által fejlesztett Timberborn szeptember 15-én jelent meg, még csak korai hozzáférésben, és hát rögtön az első héten több mint 130 ezeren próbálták ki a játékot. Egyébként ez a siker meglepte a fejlesztőket is, de hát köze lehet annak, hogy ennyire felkapott lett a játék, hogy hát nem embereket, hanem ugye cuki hódokat tudunk irányítani, és így lehet saját városokat építeni. Kettő frakció van benne, a természetbarát Folktales és az iparkedvelő Iron 10. A játék mellett hatásra vannak a különböző napszakok, aszályos időszakok, ugye hódokról van szó, hát a víz az nagyon fontos, a folyó nagyon fontos. A játékot egyébként 2018-ban kezdték el fejleszteni, és mi nagyon szurkolunk a csapatnak, hogy egy ilyen egyedi ötlettel is tudjanak sikereket elérni. Egyre inkább megszokottabb a játékiparban, hogy híres színészek, híres művészek szerepelnek a különböző alkotásokban. Nincs ez más kép, a Far Cry 6-tal sem, amiben Giancarlo Esposito játszik. Hát ő iszonyatosan fel van kapva mostanában, tényleg a Breaking Bad-del törbe talán, abban volt az egyik legismertebb szerepe Gus, de mostanra már a Mandalorianben is, illetve rengeteg más sorozatban is feltűnik, és hát rendszerint gonoszokat játszik, nagyon jól csinálja ezt a fajta karakterszínészetet. És a Far Cry 6-ban is ugye a főgonosz szerepét kapta meg, bár ugye ott pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz a sztori, de feltétlenül lesz ott a főgonosz. Ami különösen érdekes viszont, hogy kitalálták a készítők, hogy hát mi lenne, hogyha a Giancarlo Esposito által játszott karakter válaszolgatna a különböző rajongók által feltett, néhol egy kicsit bugyuta, néhol meg egyébként egészen aktuális és jó kérdésekre. Sokkal jobban szeretem az ilyesmi figyelmfelkeltést, mint az ilyen hype vonatot, amikor nem létező feature-öket sorolnak föl, stb. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk, és Giancarlo Esposito egy nagyon jó kis színész, úgyhogy bírom a csávót. Ahogy megszokhattátok, hogy ezekről a hírekről szeretnétek bővebben olvasgatni, akkor itt
Mi pedig jövő héten majd újra jövünk a legizgalmasabb hírekkel. Sziasztok!